Csodás győzelem, vezetjük a csoportot a Nemzetek Ligájában, minden szép és jó. Hogy is van ez? Gyertek és próbáljuk meg egy kicsit higgadtabban értékelni azt, ami eddig történt a magyar válogatottal a Nemzetek Ligájában. Sziasztok, én Haraszti Ádám vagyok a Sport TV riportere, és nyilvánvalóan azok után, amit a magyar válogatott ezen a négy mérkőzésen letett az asztalra a Nemzetek Ligájában, joggal örül mindenki, önmagáért beszélő teljesítmény, eleve az, hogy oda-vissza megvertük az angolokat, teljesen mindegy, hogy hogyan álltak fel, és pláne az, hogy az élen állunk továbbra is ebben a csoportban, tényleg ezek óriási dolgok, de akkor hol is tart most tulajdonképpen ez a magyar válogatott? Mert erről sokat beszélgettünk mostanában, sokféle lehetett sok mindent olvasni erről, nyilván most mindenki végtelenül happy és csodás teljesítményként értékeli ezt az egészet, valóban az is de közben meg muszáj egy kicsit kontextusba helyezni, azt gondolom, ezt az egészet, mert azért várnak még ránk majd nehéz mérkőzések, azt gondolom, itt a közeljövőben. Kezdjük tényleg a legfontosabb ezzel ez a mostani meccsel. Egészen szenzációs tényleg, tehát az, hogy négy gólt rúgunk idegenben egy olyan válogatottnak, mint amilyen az angol, egy olyan csapatnak, amely nem is olyan régen, ugye még EB döntőt játszott, nem hiszem, hogy ezen tényleg bármit magyarázni kell. De nyilván azt is látni kell ezzel az egész Nemzetek Ligájával kapcsolatban, és persze azért erről is sokat beszéltem már én is itt különböző műsorokban, mostanában podcastekben, akár az esélyesőkben is, hogy ezt a sorozatot tekinthetjük tényleg egy valódi tornának, és nem barátságos meccsnek, hiszen tényleg számolják az eredményeket, meg egymás után játszunk itt napról napra, főleg most itt ez a 11 nap alatt négy mérkőzés, egy egészen elképesztő sorozat volt, de közben meg nem várhatjuk el ezektől a csapatoktól, amelyek itt szerepelnek az első divízióban, hogy ezt is pontosan ugyanolyan komolyan vegyék, mint majd mondjuk a világbajnokságot ugye télen. Az utóbbi évek egyébként is nagyon komoly megterhelést jelentettek mindenkinek, aki a nemzetközi futball elitjében játszott, ez az év sem volt kivétel ez alól, a legtöbb játékos azért elég rottyan érkezett meg a válogatottakhoz, ez nem is lehet kérdés. Nyilván igaz ez valahol a is, de azért nálunk kevesen vannak, akiknek annyi mérkőzést kellett játszaniuk mondjuk ebben a szezonban, mint Raheem Sterlingnek az angoloknál. És mivel hogy a barátságos mérkőzések már nem igazán lesznek a világbajnokságot megelőzően, Gerett is többször elmondta például már itt, mielőtt elkezdődött volna egyáltalán ez a mostani Nemzetek Ligája sorozat, hogy neki más lehetősége például nincsen arra, hogy próbálja még keresni az utolsó elemeket a saját csapatába a VB-t megelőzően, úgyhogy most kell kísérletezgetnie, ahogy az megtörtént ellenünk tulajdonképpen mind a két mérkőzésen. Ha csak azt megnézzük, hogy a többi csapat hány játékost hívott meg ugye a keretébe, és hányan játszottak közülük ezeken a mérkőzéseken, azért láthatjuk, hogy a magyar válogatottal ellentétben mindenhol a komoly forgások a különböző mérkőzések között, komoly átalakítások. Ezzel ellentétben viszont már Rossz nem is nagyon engedheti meg magának, hogy jelentősen változtasson azon a 11 ami mondjuk például tegnap kifutott a Molinukban. De ez a csapat kiválóan működik, és ezt látni kell, és azt gondolom, hogy mind a mellett, hogy a játékosoknak természetesen, hiszen nekik kell megvalósítaniuk az edző által a felvázolt taktikát, a pályán óriási szerepük van ezekben a sikerekben, de egyértelműen itt az első számú sikerkovácsnak szerintem már korosztit kell tekinteni. Leírtam már a Twitteren is, és szerintem ez nagyon jó analógia, hogy körülbelül valami olyasmit viszékhez, mint amit mondjuk annak idején Pet Cortina, a jégkorong válogatottnál. Nyilvánvalóan azok a játékosok, akik a rendelkezésére állnak, Kevés kivétellel nem nagyon említhetőek ugye egy lapon azokkal, akik mondjuk akár az angol válogatottban, akár a németeknél, akár az olaszoknál játszanak. Azonban az a taktika, amit kidolgozott, kiválóan működik, és nagyon fontos, hogy a játékosok elfogadták, hisznek benne, és képesek megvalósítani mindazt, amit ő kér a pályán. És ami a játékosok legnagyobb érdeme, és szerintem ezt külön érdemes kiemelni, az az, hogy ilyen hozzáállással, ilyen fegyelmezettséggel magyar válogatottat én nem is tudom, mikor láttunk játszani korábban. Nyilvánvalóan az sem volt már semmi, amit a 2016-os Európa-bajnokságon csinált az akkori magyar válogatott, de ez a mostani szerintem ebből a szempontból is szintet lépett. És nyilván az is kell hozzá, hogy szintén nem megyünk el a mellett a tény mellett, hogyha végignézünk mondjuk most ennek a magyar válogatottnak a legerősebbnek vélt kezdő 11-én, akkor azért a többség már tényleg komolyan jegyzett bajnokságokban futballozik. Van ugye jó néhány bundesligás játékosunk, Szalai a Törökországban futballozik a Fenerbahce-nél egy igazi élcsapatnál, amelyet ugye nemzetközi szinten sem szoktak azért félváról venni, és például a Szalai Ádám is elment Svájcba, az is igen egyértelműen látszik, persze a bundesligánál nyilvánvalóan egyen van a színvonal, viszont játszik, és tényleg jót tesz neki ezeken a mérkőzéseken is látszott szerintem, hogy picit bizony felszabadultabban futballozott szerintem ezeken a mérkőzéseken. A magyar válogatott tényleg a jelenlegi formájában nem vehető félváról senki által, és ez bizonyosodott a legjobban azt gondolom ezeken a mérkőzéseken, hogyha a jó napjuk van, mint amilyen volt most az angolok ellen, és ha az ellenfél éppenséggel nincsen 100%-os állapotában, nem a legjobb összeállításában a léppályára, nem a legjobban motivált, akkor tényleg bárkit meg tudunk verni. Azt is tegyük hozzá a tegnapi mérkőzéshez, hogy azért adott is a gép. Azt nem szabad elfelejteni, hogy az angolok nem szereztek ellenünk volt két mérkőzésen. Ez is megint csak egy magáért beszélő teljesítmény, és pontosan mutatja azt, hogy hogy védekezik jelen pillanatban ez a magyar válogatott. Kiválóan. De ezen a mostani meccsen a helyzet is egészen szenzációs volt. Öt kaput eltaláló lövés a magyar válogatottnak, ebből szereztünk ugye négy gólt. Igen, azért én a Remzi szerepét is fel kell vetni ebben az egészben. De teljesen mindegy. Ez a meccset nyerhetük volna mondjuk egy vagy kettő nulla-ra és akkor se kellene szerintem sok mindent magyarázni, ez akkor is egy világra szóló teljesítmény lenne. Ez a négy viszont azért izgalmas, mert mondjuk az ilyen féle pofonokba, zakokba pontosan mi szoktunk belefutni korábban, és ezt nagyon furcsa megélni, és ezt nagyon furcsa feldolgozni szerintem jelen pillanatban. Igen, ez egy olyan eredmény volt, ami miatt most az egész világrólunk beszél. Én láttam dél-amerikai portálokon megosztva például ennek a tegnapi mesnek az eredményét, meg az erről szóló tudósításokat. Úgyhogy valóban ez egy egészen szenzációs dolog, de mégis muszáj azt gondolom két lábbal a földön maradnunk. Igen, ünnepeljünk és élvezzük ki ezt az egészet, de akkor is azt hozzá kell tennünk, hogy majd meglátjuk, hogy mire lesz képes mondjuk ez a magyar válogatott megint a következő selejtező sorozatban, az Európa Bajnokságért vívott küzdelemben, olyan csapatokkal szemben, amelyek mondjuk nagyjából egy szinten vagy picit alattunk vannak, és ahol mondjuk nekünk kellene kezdeményezni a játékot. Mert erre viszont még mindig nem látjuk a megoldást és azt is figyelembe kell venni, hogy igen, vezetjük jelen pillanatban ezt a csoportot a Nemzetek Ligájában, de még az is simán benne lehet a pakliban, hogy kiesünk az A-divízióból, ami egyáltalán nem lenne tragédia. És ezt szeretném, hogyha mindenki megegyezné, és azt szeretném, hogyha ezeket a mostani élményeket, amiket most mondunk, dolgokat, amiket most kiírtok a különböző közösségi felületekre, azt tegyétek el magatoknak. És hogyha mondjuk szeptemberben a következő két meccsen majd vereséget szenvedünk, akkor vegyétek elő és nézzétek meg, és emlékezetek rá, hogy bármi is fog történni azokon a mérkőzéseken, nekünk ezeket az eredményeket mocskosul el, és nagyon meg kell becsülnünk. És megint csak, hogyha a következő ebbi sejtező sorozatban mondjuk belefutunk valami kellemetlen eredménybe, akkor sem kell egyből ezeknek a játékosoknak, vagy már korosztinak a fejét követelni majd, hanem tényleg azt szeretném, hogyha ezt mindenki jól a fejébe vésni, hogy igen, ez a magyar válogatott képes ilyen eredményekre is, de ettől még egyáltalán nem lettünk világverő csapat, ez teljesen egyértelmű de nem szeretném, hogyha ilyen kicsengés lenne a videónak, és ez lenne az utolsó gondolatben, hogy úgyhogy kicsit visszatérnék arra, amit én is kértem tegnap, hogy valóban ez lehet az új évszázad mérkőzése. Pontosan azért, mert az a fajta játék, amit most játszottunk az angolok ellen, az kell, hogy jellemezze nyilvánvalóan jelen helyzetében a magyar labdarúgást és a magyar válogatottat, mert egyedül ezt tud eredményre vezetni. Ez egy egészen más magyar válogatott, mint amelyik annak idején, ugye, puskásik vezérletével 6-3-ra tudott győzni a wembley Jelen pillanatban nincsenek olyan játékosaink, mint amilyen Puskás, Bozsik, Hidekutik, Cibor, meg a többiek voltak, de nincs is rájuk szükségünk, mert ezek a fiúk is képesek szenzációs dolgokra, és ezt kell nagyon megbecsülni. Ezért gondolom azt, hogy ez a mostani eredmény és ez a mostani játék kiválóan szemlélteti azt, amire a 21. században szüksége van a magyar labdarúgásnak a jelenlegi helyzetében. Ez a magyar válogatott ezt tökéletesen testesíti meg a jelen pillanatban, és ezért jár tényleg maximális elismerés ezeknek a srácoknak, mert ezen a meccsen is kiosztak tényleg gyakorlatilag mindent magukból, ami bennük volt. Szóval ez egy óriási bravúr volt, amire azt gondolom, hogy hosszú éveken, évtizedeken keresztül emlékezni fogunk, de emlékezünk akkor is mert hogyha esetleg egy picit rosszabbul alakul majd ennek a csapatnak a sorsa. Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót, és természetesen a ti véleményetekre is kíváncsi vagyok mindezzel kapcsolatban, mert biztos vagyok benne, hogy mindenkiben kavarog nagyon sok-sok gondolat. Úgyhogy nyugodtan osszátok meg őket a kommentek között, amire tudok, igyekszek majd természetesen magam is reagálni, válaszolni, de azt hiszem, hogy ezt már tényleg megszokhatnátok itt ezen a csatornán. Ha pedig esetleg még újak lennétek itt, akkor légy meg, hogy feliratkoztok, és akkor majd a következő hasonló videóról sem fogtok lemaradni. Sziasztok!